Vendlereni kő magántanulóként végzi tanulmányait a Gárdonyi Géza iskolában, mellette pedig a Rikter iskola zenei tagozatának növendéke. Enikő, amilyen versenyen lehet, el is indul. A fiatal lány legutóbb egy rangos nemzetközi fuvola versenyen ért el kiemelkedő eredményt. Ez egy rangos verseny volt, egy nemzetközi verseny, amit Budapesten rendeztek az elmúlt hétvégén. A, a zsűri, hogy senki ne vádolhassa őket, részrehajlással. Kizárólag nemzetközi ö, mesterek voltak, nemzetközi szakemberek, ö, tehát véletlenül sem voltak itt Magyarországon belüli zsűritagok, tagok, és, ö, és ö, emiatt is nagyon örültünk ennek az eredménynek. Ennek a versenynek úgy indultam neki, hogy ö, nem nyerni megyek oda, hanem elsősorban magamnak bizonyítani, mert ö, most ö, több verseny, illetve a felvételi előtt állok, és szerettem volna meg Tudni, hogy én most hol tartok. Öm, úgyhogy ezért öm, ez volt a lényege nekem ennek a versenynek. Persze mindenkiben benne van a versenyszellem, hogy ő persze nagyon jó lenne, hogyha jól tudna szerepelni. Hát ő sikerült, úgyhogy én meg vagyok elégedve. Enikő kiskora óta fuvolázik Marosné Kovács tünde tanítványaként. Az iskolai zeneórák mellett pedig naponta több órát gyakorol hangszerén. Pici volt, tehát nagyon pici voltam, amikor a szüleim elvittek egy ö, Drahus Béla koncertre. És ott ugye megláttam a fuvolát, és hát kicsi az ember, és mit gondol, hogy jaj, milyen szép, meg hogy csillog, meg hogy milyen jó hangja van, és akkor Elhatároztam, hogy na, akkor most én is fuvolázni szeretnék. És hát nagyon sokáig kellett könyörögnöm, hogy aztán beírassanak Tünderénihez is. azóta nála áll a fuvalázó. A tehetséges fiatal lány családjában sokan foglalkoznak zenével, művészettel. Ennek ellenére szülei kezdetben nem szerették volna, ha lányuk is hasonló pályára lép. Enikő azonban ragaszkodott hozzá, hogy fuvolázni tanulhasson. Arra gondoltunk, hogy ha ilyen, ilyen, hosszan kitartóan évek óta, tehát tényleg ez egy négy-öt éves történet, amíg ő kérlelt minket erre, hogyha ez ennyire kitartó, és ő ezt ennyire szeretné, akkor nekünk szülőknek nincs jogunk őt ebben megálltolni. Egyet kértünk, hogy tőle is, és a tanárnőtől is, hogy, hogy akkor fektessünk ebbe energiát, hogyha van értelme. De nagyon hamar kiderült, hogy van értelme, úgyhogy... Úgyhogy minden pillanat, amit a hangszerével tölt, az az úgy tűnik, hogy, hogy hasznos időtöltés. Enikő a jövőben mindenképpen zenei karriert szeretne, szólistaként vagy egy jó zenekarban szeretné megállni a helyét. Legközelebb tavasszal a Jérnei Zoltán országos fuvola versenyen és a májusi Pozsonyban tartott nemzetközi megmérettetésen a színpadra.